Sziasztok! Itt vagyunk a megújult térkő. Térkő egészen a Karas-Teréz utcától a Szántó Albert utcáig végig az új térkővel térkő van. Már nagyon régen volt videózás, fényképezés Békésre, és úgy gondoltam, hogy mai napot erre egy picit rászánom. Úgyhogy most megmutatom nektek, amiben már több mint egy két vagy három hete kész van, csak nem jutottam el idáig. Úgyhogy nektek ez még friss, már mint a csoportban. Ott még friss, de itt úgyhogy ennyi. Nagyon köszönjük ezt a beruházást, nagyon, hát nagyon szép lett. Hát elnézést a zajokért, de hát ugye itt egy forgalmas részre van ez esve. Úgyhogy még egyszer mondom, nagyon szép lett és nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak, hogy ezt megcsináltuk. Csak hát az a baj, hogy továbbra is kerékpároznak rajta, engemet már nem, már büntettek meg emiatt, hogy kerékpároztak rajta. Úgyhogy ennyit akartam elmondani. Sziasztok, most végig megyünk rajta. Itt is például nagyobb tér lett, de sokkal jobb ez, mint ami a régi volt. Tehát itt sokkal nagyobb teret kaptál vissza azzal, hogy itt le lett térkövezve, mint ahogy kinézett ott. Nagyon sok helyen van fenyőfa árus, úgyhogy aki nem szerezte még be a fenyő, fát, az be is tudja szeretni. Akinek meg műfenyője van, akkor az. Úgyhogy hamarosan tényleg karácsony van, és jövő héten pedig hát ide évre még lesznek fotók, csak lesz egy összefoglaló majd, úgyhogy azzal szeretnék majd jelentkezni az év összefoglalóval. Úgyhogy ennyit akartam elmondani. Úgyhogy ebben a videóban most ennyi.